A jeltolmács nem luxus cikk egy siket vagy egy hallássérült embernek, hanem törvény által biztosított jog. Többek között ezeket a témákat, a siketek jogait és lehetőségeit boncolgatták Csíkszeredában, a Siketek és Nagyothallók Országos Egyesülete által szervezett konferencián. Și până acum nu s-a mai făcut niciun curs. 2018 óta nem szerveztek hivatalos jelnyelv tanfolyamot Romániában, mondta megnyitó beszédében a Siketek és Nagyothallók Országos Egyesületének elnöke. Szükség pedig lenne rá. A törvény szerint ugyanis minden hallássérült embernek joga van jeltolmásra intézményekben, orvosnál vagy az élet bármely területén. Ezzel a konferenciával felszeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a siket embernek segítségre van szüksége, aki nem más, mint a jeltolmács. Romániában ezt a problémát nem ismerik, ezért szeretnénk aláhúzni, kiemelni a jeltolmácsok fontos szerepét. A konferencián hazai és magyarországi szakemberek, jelnyelvoktatók, szociális munkások tartottak előadásokat, kiki a saját nyelvén, illetve jelnyelvén, ami teljesen más a magyar, mint a román nyelvterületen, magyarázták az előadók. A jelnyelv ugyanolyan nyelv, mint bármelyik másik nyelv, vagyis minden nemzetnek, országnak megvan a saját nemzeti jelnyelve. Ez mellett egyébként van az úgynevezett nemzetközi jelnyelv, ami több jelnyelv keverékéből jött össze. Igazából a siketekkel nemzetközi szinten ezen a nyelven értjük meg egymást, de a hazánkban a saját nemzeti jelnyelvünket használjuk. A Hargita megyei szervezet által szervezett országos konferencián számos olyan kérdést megvitattak az előadók, amelyekkel a siket és nagyothalló emberek szembesülnek, és melyekre megoldást is próbálnak találni. Így például pár éve elkészült a Watch Pentru Mâini, hangot a kezeknek applikáció, amely egyfajta online jeltolmás szerepét tölti be. Emellett a Siketek és Nagyothallók Országos Egyesület ifjúsági szervezete is próbál segíteni a hallássérült gyermekeknek, fiataloknak problémáik megoldásában. Igen, a szervezet mindenben segíti a fiatal siketeket, kommunikációban, a szolgáltatások elérésében. Hargita megyében 300 tagja van a Siketek és Nagyothallók Országos Egyesületének, ám mindössze egyetlen jeltolmács áll rendelkezésükre. Az országos szervezetnek 39 alegysége van, 2018-ban közel 24 000 siket vagy nagyothalló tagja volt.